A migránsok a mobiltelefonjuk GPS-e segítségével próbálják megtalálni a magyar határ felé vezető utat. A vajdasági Palics melletti bányatónál éjszakáztak a menekültek. Ez a férfi a mobiltelefon térképén keresi a magyar határ felé vezető utat. Az éjleple alatt vonulnak a szerb-magyar zöld határ felé. Ez a szíriai férfi azt mondta, Magyarország számára csak tranzitország. A családjával Németországba szeretne jutni. Maybe stand Germany, because I know Germany that's good good man and good city. A Palicsi úton egy 10 fős afgán menekültcsoport vonult. Azt mondják, taxi hozta őket a szerb-magyar határ közelébe. A sofőr 500 eurót kért tőlük. 500 euro. Többségük nem akar nyilatkozni. Azt magyarázzák, attól félnek, hogy felismeri őket az embercsempész, aki Afganisztánból Szerbiába juttatta őket. Ez a csoport illegális bevándorló még nem hallott a magyar kormány határzár tervéről. De azt állították, ha fel is húzzák a 4 méter magas kerítést, ők akkor sem adják fel, más útvonalon próbálnak majd az Európai Unióba jutni.